8 témakör szerepelt a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság előtt május 17-én. A grémium az önkormányzati gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását követően a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapjának változtatásáról tárgyalt. A bizottság elnöke szerint egyhangú javaslatot fogalmaztak meg szerdán. Köztisztviselőink megbecsülése miatt az illetmény alapot ilyenkor növeljük, és ehhez képest növekedik az ő bérük, innentől jönnek a szorzóik rá, hogy kinek milyen plusz és hányas szorzóval kapja meg a bérét. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnál dolgozók megérdemlik, hogy megbecsüljük őket, ezért természetesen ezt is támogattuk. Napirenden szerepelt a város tavalyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása, valamint az idei büdzsé módosítása. Az előterjesztés szerint most több olyan egyesület részesülhet támogatásban, amelyek eddig kimaradtak ebből a körből. A bizottság 5 igennel egyhangulag támogatta a javaslatot. Természetesen támogatjuk, hogy azon egyesületek, akiknek így nagyon nehéz volt a sorsuk, hiszen nem tudták, miből fogják fenntartani magukat, most kapnak egy kis lehetőséget túlélésre. A bizottság szintén tárgyalta a DC Dunakom ZRT könyvvizsgálójának kijelölését és a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását. A most elfogadásra javasolt pontokról Paks képviselőtestülete jövő héten szerdán dönt.